What's up, my dude? Ezt nézzétek, mennyire megnőtt. Hát etetjük keményen. Ahogy hiába forgatom, a feje az ugyanúgy abban a pozícióban maradt. Szerintem menni akar amúgy. Az eneba.com egy új játékokkal foglalkozó piactér, és több mint 20 000 termékkel rendelkeznek, hogy a játékosok igényeit teljesíteni tudják. Az eneba.com a piacon a legjobb ajánlatot hozza el bármely játék esetében. Na ne! Ezek nagyon jó árak, és kiváló Trustpilot értékeléssel rendelkeznek. Tehát a játékélményed és a vásárlás is akadálymentes lesz, és megbízhatóak. 024-es chat support! Bármikor beszélgethetsz velük, és segítenek neked. Hé, nem jó a kulcsom? Már is segítenek. Haló, nem jó a kulcsom? Ó, itt egy új neked. Az eneba.com-on nagyon könnyen tudtok vásárolni, gyorsan és olcsón, szóval ajánlom nektek, a leírásban található linkeken eléritek az oldalt. Köszi szépen! Szia! Szia, Pali vagyok! Vivian, szia! Szia! Hogy vagy? Jól, és te? Meg vagyok, szuperül! Örülök, hogy váratlan találkozás. Most ez alacsony férfi és magas nő. Teszem fel a kérdést, ez egy alacsony férfi szerintetek, srácok? Nem, nem. Nagyon jó válasz, helyes válasz. Ő nem egy alacsony férfi. Miért nem? Mert neki betegsége van, ő így született, hogy kicsi. Kicsi is maradt. Ő egy kis növésű ember, valószínűleg dwarfizmusa van. Tehát ő nem egy olyan férfi, aki egy alacsony férfi. És nem az alacsony férfiak gondjaival fog előjönni, a magas nő gondjaival szemben, egy alacsony férfi sem ennyire alacsony. Tehát az ő problémái nem egyeznek meg az alacsony férfiak problémáival. Az, hogy azon odaír, hogy ez egy alacsony férfi, ez nem jelent semmit. Ez nem egy alacsony férfi, ez egy törpe. Nem tudom, hogy lehet-e így hívni, nem tudom, hogy ez sértőve. Ez nem az ő hibája, nyilván, csak nem tudom, hogy miért így írták. Párnő nem így gondolja. Hát igen, amúgy igen, a nőknek 170 alatt minden férfi így néz ki amúgy, de ettől függetlenül szerintem ez így annyira nem releváns. A videó helyes címe ez lenne. Törpe növésű férfi és magas nő. Egyáltalán nem ugyanaz, mint egy alacsony férfi és a magas nő kapcsolata. Így van, pontosan erre van szó. És találkozunk a következő PGT-s videóban, és sziasztok! Sziasztok! Teljesen jó volt. Nézzük a trendinget, for real, megyek tovább. T-Dannynek van új zenéje. Isten és Bencék elköltöztek, ez nagyon sok embert érdekel, úgy látom. Beköltöztek a múltkori helyre, amit néztünk valami faluba. The VR dokumentumfilm, no way, 2 órás! Ezt meg kell nézni streambe. Majd lesz egy ilyen The VR dokumentumfilm watch party valamikor. Mr. Beast videói mikor lesznek magyarra, lesz szinkronizálva amúgy? Audio track. Várom a magyart, haló. Én szinkronizálom az egészet nagyon szívesen. Ez egy 100 millió dolláros megakastély! És valószínűleg ez a legfényűzőbb ház, amit az emberiség valaha épített. Összehasonlítjuk majd az ebben a házban való életet egy 69 millió dolláros művészházban való élettel, amelyet úgy építettek, hogy ellenálljon egy szökőárnak. Egy 30 millió dolláros palotához saját víziparkkal. Because I never plan on setting foot in this worthless shack again. Let's head over to something. Oh. Micsoda gyilkosok lettek? Itt láttuk utoljára Mr. Breastet. Mr. Mel, meghalt. No way. And that's why up next we have the 15 million. Miért kell mindent felrobbantani? Ez miért jó? Amúgy, miért kell felrobbantani az egész világot? 15 million dollar house. Are you pushing it? Oh my god. Jeez, man. Kurva jó transition. Nekem is kéne egy gomba, amit csak megnyomok és felrobban minden amúgy. To buy the house you just saw. Mr. B. Ha valaki meg akarja venni, akkor itt az Instagram, ahol írni kell nekik, hogy megvenném a házat. Check out 1200 Bel Air in Los Angeles. Hát igen, ez a promo, ez kellett a végére. Biztosan nagyon-nagyon-nagyon sok olyan nézője van, aki meg tudja venni ezt a házat. Dobjuk össze, srácok! Amúgy mindannyian beférnénk oda, srácok! Mindannyian beférnénk oda, és elosztjuk, hogy ki hol lakik benne. Aki pedig nem szab, az jöhet takarítani. Ha tehetnéd, akkor élnél Amerikában? Nem. Ha fizetnének érte, se élnék Amerikában, vágod, az egy undorító hely, szörnyű, minden egyes szempontból. Az emberek buták, tanulatlanok, agresszívak, és ráadásul még fegyvereket is tarthatnak, szóval
akármelyik pillanatban gondolhat valaki egy olyat, hogy előhúz egy fegyvert és kirabol téged, vagy csak úgy simán kidurrantja az agyadat az utcán. Köszönöm, kihagyom. És hogyha esetleg még ott akarnánk mondjuk gyereket csinálni, ne adj Isten, akkor egy olyan oktatási rendszerben kéne felnevelkedni, ahol vagy rengeteget fizetsz, hogy a gyereked ne legyen agyhalott, vagy kevesebb rengeteget fizetsz azért, hogy a gyereked agyhalott legyen. Nincsen olyan sok lehetőséged igazából. Magyarország sokkal jobb amúgy, mint Amerika. Pár szempontból. Igen, a legjobb kombó. Tanulatlan, agresszív, dagadt emberek fegyverekkel. Ja igen, az meg a másik, hogy a gyerekemet hogy merném elengedni úgy iskolába, hogy hetente van egy iskolai lövöldözés. Imádok 90 ezer dollár fizetni azért, hogy megnézzék, hogy taknyos vagyok-e vagy rákos. Ja, hogy igen. Szabadság. Igen, de legalább szabadság van. Igen. Észak-Dakotában csak egy lövöldözés volt 1970 óta. Na hát akkor menjél Észak-Dakotába. Sok sikert. Ilyenkor nincs a fejükben, hogy azok az emberek is járhatnak fegyverekkel, akik miatt önvédelmi fegyvert akarnak. Hát igen, de úgy vannak vele, hogyha már neki is van fegyvere, meg másiknak is van fegyvere, akkor majd lelövik egymást, és akkor úgy sokkal jobb lesz. Aztán igazából meg nem. Kultúra része. Svájcban is nagyon szabadosak a fegyvertörvények, mégsem gyilkolják halomra egymást. Hát igen, de ott a kultúra része az az, hogy lövöldözni kell, meg úristen, fegyverek, ó, mekkorát lő ez a fegyver. És ja, ez a menő nekik, hogy fegyverek meg minden, és ez az elég gálos szerintem. És a végén a videójátékokra fogják az egészet, igen, mert az iskolai lövöldözés után csináltak egy házkutatást, és meglátták, hogy a gyereknek 1500 órája van kódba, és kész, ez a Call of Duty miatt van. Tiltsuk be a Call of Duty-t, de hogy a fegyvereket betiltanák, ná, bro, kitörne a polgárháború, bazd meg. Szerintem ennyi a kérdésre válasz, hogy akarnék Amerikában élni? Nem. Amúgy Angliába sem mennék, jönnének a roadmanek. Oj, pussy! Hands up, bruv! Hands up, bruv! Trapstart kell hordani, és nem ölnek meg. De akkor meg odajönnek, hogy melyik genghez tartozok, vágod. Pussy! Gyere velem, fogd a kezem. Tudom, hogy azt úgy sem ered. Megtehetem, van egy hetem. Kap fel az útlevelet. Miért ilyen versikészős flow ez amúgy? Ez tiszta boci-boci tarka. Köszönöm szépen, Zsombor. Nekem te kell lesz. Veled én nem játszom. Mindig megmentesz. Te vagy minden álmom. Mi a faszom ez a múgy, vágod? Ezt a magyarok kajak hallgatják. Második a trendingbe. Van rajta 700 ezer, majdnem 800 ezer megtekintés 11 nap alatt. Ez egy nyálas szar. Ez semmi, vágod? És a klip is tök szép, meg minden, és így ennyi. Ez bárki meg, én is meg tudom csinálni, vágod? Ugyanezt a zenét meg tudnám csinálni. Enyém lesz egyszer, legyen akármi. Enyém lesz egyszer, legyen akármi. Én nem azt mondom, de ha te is meg tudod csinálni, akkor ezek szerint bárki meg tudja csinálni, viszont mégsem látni embereket, akik ettől sokkal jobbat akarnának. Hát mert nem erre van szükség. A szükség nagy úr. Az emberek ezt meg akarják hallgatni. Ezek az előadók pedig tudják, hogy az ilyen szar zenére van szükségük. Ezek a romantikus szarok, amik ugyanúgy szarok, mint a flexelő zené, ezek még kevésbé szarok, mint a flexelő zené, de ugyanúgy csinálja a Tideni mindkettőt. Hogyha erre van igény, akkor muszáj megcsinálja. És megcsinálja, meg, és látszik, hogy működik. Akkor miért csinálna jobbat? Hogyha ezt látja minden előadó, hogy a Tidenének a száma második a trendingbe, 800 ezeren megnézik, és konkrétan ennyi az egész, hogy csak mint egy kecske úgy elnyomja az egészet, hogy milyen romantikus a szöveg, meg minden, és kész. Hogyha ezt látja az ember, hogy erre van igény, miért is akarja jobbat csinálni? Miért akarna jobbat csinálni? Hány olyan magyar előadó van, aki autentikusan eljutott egy olyan szintre, ami mondjuk így tiszteletre méltó, és így most csinálta ezt. Ott van mondjuk az Azaria. Ő azt mondom, hogy autentikus és organikus. Jó. Tehát ő azt csinálja, amit szeretne, nem pedig azt, amire igény van. A legtöbb magyar előadó az azt csinálja, amire igény van. És azt is szeretné csinálni, amire igény van, mert abból él. Itt nem művészetről beszélünk, hanem eladod saját magadat lényegében. Mert amire igény van, azt csinálod. És innentől kezdve egy termék vagy. A Tidani is egy termék, a K. Kevin is egy termék, a GVM is egy termék. Mindannyian csak termékek. És az embereknek próbálnak megfelelni, hogy minél több pénzt szerezzenek a termékükkel. És amúgy nyilván Azaria is termék, meg az összes többi előadó is egy termék, mert egy brandet építenek, de ezt lehet jól is csinálni, lehet rosszul is csinálni, lehet autentikusan csinálni, meg lehet akár ilyen gerinctelen módon is csinálni, és lehet ötvözni a dolgokat. Valaki csak trendeket lovagol, valaki témákon lovagol, és folyamatosan ugyanezt csinálja, valaki pedig folyamatosan változni akar és jobb akar lenni, annak ellenére, hogy az emberek mit mondjanak, hogy az emberek mit szeretnének. Tehát ez nem feltétlen szempont. A művésznek szerintem a
művére kell koncentrálni, nem pedig arra, hogy az emberek mit szeretnének, meg hogy éppen mit trendi, meg hogy hogyan lehetne a zenét egy TikTokba integrálni, hogy még híresebb legyen. Itt már szerintem inkább egy termékről beszélünk, és nem művészetről. Nem csak magyar viszonylatban, és nem csak a zenében, hanem az egész világon minden így működik. Kereslet, kínálat, oda-vissza. Igen, én ezt vágom, de Magyarországon nagyon-nagyon rossznak tűnik. De hát csak azért, mert itt lakok, és hogy ezt a nyelvet beszélem, ebbe vagyok otthon. De azért én külföldi dolgokat is szoktam követni, és látom azért, hogy például Romániában sokkal magasabb szinten van már mondjuk a trap zene, és ott az igény is változott. Tehát azt nem tudom, hogy miről szólnak a zenék, de azt tudom, hogy a minősége a zenéknek hallgathatóbb, sokkal jobb. El tudok vibe-olni egy román zenére. Ez mondjuk egy romantikus zene, de ez nekem tetszett. Ennek a szövegét meg tudnád fejteni? Ice cold vízi, ja, nem kell más, csak a cash. Ey, pull-up is sticky, ja, túl sok game, ice blast. Ez egy crack, ja, nem pici, nem veszem fel, I'm busy, ja. Ride or die, my vízi. Meghallgatta a tanácsomat, amúgy úgy hallom, tehát ez már viszonylag jó, ez már jobban amúgy. A bro azt hitte, hogy ő hit. Javasoltam neki, hogy legyen ő a magyar hit amúgy. Mely hangon beszél, bro? Hát persze, de jó ez. Mindig más stílusban csinálja zenéket, de ez a legjobb eddig szerintem. Na, más a játék? Na, ezt most mond vissza, ez a legizgalmasabb játék a világon. Mondd, hogy vicceltél. Aha. Figyelj. Fuck! Ezt elbasztam. Szia manin, ha elfogyott a manit, csak szóljád. A nételek százat, majd amit lesz, majd elszórjád. De ami a lényeg, hogy a mai streambe kerüljek be. Kicsit hamis, te vagy a legjobb az egész kerületbe.